pince szintekben lévő levegő minőségéről még viszonylag kevés szó esett, de amennyiben van egy terepszint alatt épület részünk, mondjuk ez, ugye ez a terepszint, itt vannak a fák, ebben a részben, ebben a pincetérben hívjuk pincetérnek, mindenféle dolgok fel tudnak halmozódni, annál fogva, hogy itt viszonylag kevésbé jár a levegő, tehát nincs kereszthuzat, nincsenek szellőztetések, nincsenek ablakok, nincsenek beépített gépészeti egységek, hogy hogy frissítsék, forgassák a levegőt, hanem itt a ideérkező hatások viszont tudnak akkumulálódni, ott maradni be, fel Ilyenek lehetnek például a falakból kipárolgó festékanyagok, a talaj felől érkező nedvesség, a nedvesség következtében rengeteg pára és penész probléma keletkezhet, vagy a falakból kiáramló nedvesség egyfajta dohos levegőt hoz létre, vagy a falakból kipárogó sók itt lerakodnak a falfelületeken, vagy a padlókon, vagy netán a padló rétegek penészedni, korhadni kezdenek, ha falnyakból vannak itt a sok nedvesség kapcsán, vagy mondjuk radonsugárzás, vagy radon terhelés érkezik a talaj felől, mert mondjuk olyan területen vagyunk, ami amúgy tipikusan a Kárpát-medencében azért jellemző is. Tehát rengeteg olyan is van, amit fel tud gyűlni a pincetérbe, és amennyiben ezeket nem kezeljük, úgy ez károsító lehet nem csak a szerkezetekre, hanem az emberi egészségre nézve is. Tehát magyarul meg kell terveznünk annak az épületnek, aminek van pincéje, a légmozgását, a levegő kezelését is, tehát az a levegő, ami itt van bent, az kell, hogy tudjon cserélődni, friss levegő tudjon érkezni, tehát hogy ne állott levegő legyen, ne legyen túl nagy a CO2 tartalom, ne ha ott egy készülék van, akkor ne legyen mondjuk a szénmonoxid tartalom is magas, ha esetleg egy füstgáz készülék van ott, és a füstgáz elvezetéssel, égéssel problémája van annak a készüléknek, vagy a kéménynek magának, vagy ha tényleg itt a talajból feláramló gázok, vagy a falakból kiáramló vegyi anyagok, és nedvesség, és penészgombák mind-mind fel tudnak júni, de ezt egy egyszerű szellőztetéssel, egy géppel meg tudjuk oldani, vagy ha kitalálunk olyan ablakokat, amik maguktól nyitnak, zárnak, vagy részszellőzőket építünk be, vagy egyszerűen használatba veszük azt a pincateret, mert normál használat esetén azért jellemzően ezek a problémák nincsenek. Tehát ott cserélődik a levegő, járnak ott emberek, szellőztetnek, fűtenek, gépeket használnak, működtetnek, akkor ezek a terhelések jelentősen lecsökkennek. A legtipikusabban akkor van nagy probléma, ha ezek a pincék nagyon magukra vannak hagyva, a szerkezeteikkel és a levegőikkel egyetemben, de nagyon sok társasáznak a pincéje ilyen. Tehát legjobb esetben is csak van egy széntárolónak nevezett, vagy fatárolónak nevezett kis sufnia mindenkinek, ahol a régi bútorait esetleg lehordja, tíz évente egyszer, de mindig magukra vannak hagyva ezek a tárgyak, és azok a helyiségek, és ez a levegő. És ez a magára hagyottság azt eredményező, hogy problémák vannak a szerkezetekkel, nem csak nedvesednek, hanem a levegő minősége is rendkívül rossz, ezért érdemes legalább annyi tuningot belevinni ezekbe a pinceterekbe, hogy legalább a szellőzésüket jól megoldani. Lehet, hogy egész egyszerűen egy ventilátoros szellőzővel ez működik, de minden esetre a levegő minőséggel a pinceterekben is foglalkozunk, mert rendkívül sokat segít az épület szerkezeteinknek, akár falnedvesedés, akár más szempontból, és a levegő minőséget az ott használók is érzékelni fogják, hogy egy jobb minőségű levegő alakul itt ki, amennyiben legalább a szellőztetéssel kezdünk foglalkozni. Egyéb extrákat is beviszünk, mint világítás, vagy szellőztetés, vagy, vagy fűtés, vagy hűtés, vagy gépészeti egységek, akkor mind-mind javul ennek a helyiség csoportnak a levegő minősége. Gondoljunk itt csak még egy, egy pillanatig a radonra, ami egy károsító tényező, főleg az emberekre nézve. Tehát vizsgáljuk meg, hogy akarunk-e ezzel foglalkozni, és amennyiben ezt használják emberek, úgy érdemes ezzel foglalkozni, mert bizony nem csak a szerkezetekre, hanem az emberekre nézve is jó hatással lehet, ha beavatkozunk és jól avatkozunk be.